Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Ebben a videóban srácok 13 luxus tárgyat fogunk megnézni, ami nem olyan, mint mondjuk egy autó, ami érthetően drága, hanem értelmetlen dolgok, aminek semmi értelme, de mégis nagyon drága. De az első dolgunk nem más, mint egy gyémánt cumi. Jól kezdődik srácok a videó, hogy gyémántból cumi. Látjátok, ki vannak ilyen kristályszerűségekkel rakva, és ez meg ilyen, nem tudom, ez fém. Gőzöm sincs, hogyha még ez is gyémántban lenne, az durva, de szerencsére csak ez a része az. Hát nagyon-nagyon furcsa, és nem tudom, hogy 5 millióba kerül? Fehér aranyból készül 280 apró gyémánttal díszített cumi, a mai napig a legdrágábbnak számít a világon. Hát ez se sok embernek van, valószínűleg 5 millió forintos cumi gyémánttal díszített arany iPhone 14 milliárd forint. 14 milliárd egy iPhone, úristen, hát gondolom a gyémánt a drága benne. Hát az így néz ki, azért valljuk be elég menni, hogy aranyból van az egész és van a közepén egy gyémánt, de ez olyan felesleges, még legalább a logó lenne gyémántból, vagy stb. Így olyan kicsit bénán néz ki szerintem, de azért elég drága, valljuk be. Swarovski kristállyal díszített porszívó, húha! Hát egy porszívó kristállyal van díszítve, az elég jól néz ki, 5,7 millió forintba kerül a porszívó. Gondolhatjátok, az lehet, hogy még a porzsákban is egy gyémántokat találtok, miután kiporszívoztok. Azért mondjuk, mert nem olyan rossz érzés, hogyha gyémántot találsz a porzsákjába. Hát azért, azt nem tudom, furán néz ki, körül van tekerve ilyen lánccal, nem valami menő. 24 karátos aranybicikli. Most gondoljatok vele, srácok, itt a városban ez az aranybiciklivel tekertek iskolába. Azért egy picit furcsát, meg ez milyen súlyos lehet, halljátok, úristen, hogyha full aranyból van, hát akkor az megmozdíthatatlan szinte, vagy lehet, hogy csak ilyen réteg, nem tudom, de ha 116 millióba kerül, akkor azért nem csak egy sima vékony réteg van rajta, ez azért kemény, a lánca meg a fogaskerék milyen menőn néz ki, halljátok, ez tök menő. Alligátor bőr esernyő, hát ilyenekre pazarolni srácok a bőrt, és másfél millióba kerül, az még vicces, hogyha be is ázna. Elektromos kerekekkel felszerelt luxus bőrön. Húha, nagyon luxus ez a bőrön, srácok. 5,8 millió forintba kerül, és gondolom gurul utánad. Azért vajon azért elég menő, hogyha gurul utánad a saját bőrönnel, de azért 5,8 millió forintot nem hinném, hogy ér. Az aranycipő fűző. Mire is van szüksége az emberiségnek, mint hát aranycipő fűzőre? Amíg gondolom azt, hogy milyen kényelmes lehet azzal bekötni a cipődet, de azért valljuk be, ezért tényleg jól néz ki. Az ár magában foglalja azt a speciális kiszállítást, melynek keretéből a cég egyik alkalmazottja maga viszi házhoz és adja át személyesen a vásárolt terméket. Na legalább milyen kedvesek ezt adják hozzá, de 5,5 millió a cipőfűzés, mi vagy, ha elszakad? 1,3 millió forint a legdrágább hússal töltött tészta. Pelmennyi. Az a neve. Hát ez ilyen hupikék, törpikék szerű akármi, ez nem tudom mi ez. 5 darab chips. Micsoda díj, srácok, 15 ezer forint 5 darab chips. A világ legdrágább chipsért kétségkívül a svéd St. Eric's sörfőző cég gyártja. Az ár nem véletlen, a kézzel tervezett burger speciális szarvasgombás fűszerrel ízesítik. Húha, nagyon luxus ez a chips, srácok, de azért a doboz az jól néz ki, de 5 darab? Hát mit kezdesz azzal? Hát furi. 3 darab arany kockacukor. Hát ha már chips volt, akkor kockacukor miért legyen? Ez csak 32 ezer forint, 3 darab kockacukor. Tökre worth it, halljátok. Figyeljetek, de a doboz ennek is milyen menő, meg azért jól néz ki nagyon. A luxus bevásárló szatyor. Tudom, srácok, hogy mindannyian erre vágytok. 600 ezer forintba kerül. Ennek a nevét nem tudom kimondani, ennek a cégnek Belangia, akár nem tudom pontosan, hogy kell. IKEA-ba 200 forint, ebbe a Belangia akár üveg 600 ezer. Na melyik kéne? Hát még szép, hogy az IKEA-s. És srácok, ez a videó ennyi lenne, remélem azt, hogy nagyon-nagyon élvezitek. Ha így volt, nyomjatok egy hatalmas lájkot, nagyon őrült dolgok vannak az interneten meg a világban. Szeretnél még hasonló tartalmakat látni a csatornámon, és szeretnél a Sajtok Király csapatával tag lenni, akkor iratkozz fel a nagy piros gomb segítségével. Ja, és látkozz meg az MC Shopot a leírás legelső sorában, hogy menő sajtos termékek gazdája legyél. Na de ez a videó ennyi lenne, a következőben találkozunk. Legyetek jók, sziasztok sajtok!